Hangulatos családi sportnapot szerveztek a Visegrádi Sport és Szabadidő Centrumban. A résztvevők gyönyörű természeti környezetben, futásban, kerékpározásban, vizes sportágakban és labdajátékokban is összemérhették erejüket és kipróbálhatták tudásukat. A Visegrádi Sportcentrum üzemeltetője a Sziget Egyesület, az Örökerdő Alapítvány, az Aktív Magyarország és számos támogató segítségével rendezte meg a sportnapot. A Visegrádi Sport és Szabadidő Centrum a Duna és a Pilis-hegység erdői között lenyűgöző panoráma mellett várja az ide látogató sportolni, kikapcsolódni vágyó vendégeit. A festői környezetben elterülő 4 hektáron sportpályák, játszótér, falusi udvar, íjászpálya, kenu és kajakbérlési lehetőség, valamint piknikhelyek várták a családi sportnapra kilátogatókat. Nagyon jó hangulatú program volt, volt szappozás, volt egyes, kettes kajakverseny, kenu versenyek voltak, mint ahogy lehetett látni, fociztak a háttérben. Most kezdődik a röplabda kupa. Bicikli ügyességi verseny volt, voltak rövid és hosszú távú futóversenyek. Szeretnénk hagyományt teremteni. A Sziget Egyesület korábban is rendezett sportnapokat, azonban a sikert látván e rendezvény megszervezését rendszeressé tennék. Szerintem ez egy jó sikerült nap volt, remélem, hogy jövő évben ez folytatódik, és hogy évente minimum 2 hozunk létre, tavasszal és ősszel. Céljuk az egészséges életmód és a mozgás szeretetének népszerűsítése minden korosztályban. A lelkes családok láttán résztvevőből nem lesz hiány. Azt tűztük ki célul, hogy Visegrádon minél több ember sportoljon, és minél több ember mozogjon. Bármilyen sportot tűzön, nem feltétlen kell, hogy, sőt, talán egészségesebb is a nem versenysport, hanem a rekreációs tömegsport. Ez jó hangulatot teremt, összekovácsolja az embereket, ez a terület. Ez mindig is arról szólt, hogy amióta én üzemeltetem, hogy itt egy családias légkör alakuljon ki, és hát amennyire lehet, mindenki mozogjon, sportoljon, valamit válasszon a sok lehetőség közül. És szerintem ez a mai nap megtörtént. A sportnapra érkezőket ebéddel is várták, a számtalan sportverseny nevezői pedig a támogatóknak köszönhetően érmekkel és tombola nyereményekkel térhettek haza.